Dobos Erzsébet, Nemzeti Külgazdasági Hivatal. Amilyen támogatást itt mi nyújtunk, az alapvetően egy teljes körű szolgáltatás az érdeklődők számára. Ugye egy befektető elsősorban információkat gyűjt az adott országról, milyen az adózási környezet, milyen a munkaerő, milyen annak a képzettsége, milyen az ország infrastruktúrája, úthálózata, hol helyezkedik el pontosan. Ezt ugye összeveti az ő saját érdekeivel, az ő saját piacaival, együttműködő partnereivel. Azután, hogyha továbbra is úgy gondolja, hogy érdekes számára ez az adott ország, akkor ugye szeretne telephelyeket meglátogatni, vagy érdeklődik afelől, hogy milyen ipari parkok, azoknak milyen ellátottsága van. Tehát akkor már konkrét látogatásokat is tud mondjuk a hivatal szervezni ezeknek a befektetőknek a számára. Itt ugye aztán szóba kerülnek már helyi, regionális, vagy akár település szintű kérdések is, tehát itt találkozok szükségesebb polgármesterekkel, ipari park vezetőkkel, ebben is tud a hivatal segíteni, ami egy külföldi számára nyilván azért fontos, mert ő nem ismeri a helyi szereplőket, a helyi partnereket, azoknak az elérhetőségeit. És aztán, hogyha ezen a körön is túl vagyunk, és úgy döntenek, hogy Magyarország a potenciális befektetési helyszín, akkor is lehet még szerepe a hivatalnak az itteni letelepedésük után, tehát egy folyamatos kapcsolattartás is szükséges a hivatal és a befektető között, hogy amikor már elkezdi a termelést, a működést, akkor milyen problémákkal, esetleg milyen problémákkal szembesül, vagy milyen pozitív és méltó dolgokat tart fontosnak, hogy közöljön mondjuk egy ilyen állami szervezettel, vagy a kormányzattal. Amit nem említettem, de szintén nagyon fontos, viszont ez már nem csak a hivatal tevékenységi körébe tartozik, ez a különböző pénzügyi támogatások nagybefektetők részére. Nyilván lényeges az, hogy az ő befektetése minél alacsonyabb költséggel valósuljon meg, és minél nagyobb profitot hozzon a számára. Ehhez létezik többfajta támogatás Magyarországon és az állam részéről. Az egyik ilyen az egy készpénztámogatási forma, ami elérhető a befektetők számára. Léteznek adókedvezmények, fejlesztési adókedvezmény például. Létezik képzési támogatás a munkaerő számára, tehát hogyha valamilyen speciális tudást kell még, hogy elnyerjenek a szakképzett munkások, akkor ehhez is van támogatási lehetőség, illetve van munkahelyteremtési támogatás is. Ezeket mind külön kell folyamodnia a befektetőnek, ami itt a hivatal szerepe, hogy segítse őket az adminisztratív folyamatokban. Tehát a hivatal el tudja irányítani őt például a minisztériumhoz, annak az illetékeseihez, illetve a készpénztámogatásnál a hivatal készíti elő a dokumentációt a minisztérium számára, a döntéshozatalra, illetve a kormány számára, a döntéshozatalra. 17 helyszínen várjuk az érdeklődőket Magyarországon, budapesti központtal. Külföldön viszont a nagykövetségekkel működünk együtt, a kereskedelmi tanácsosokkal, ahol ugye több mint 70 ilyen tanácsos dolgozik külföldön, így Kínában is. Tehát a kínainak nem kell Magyarországot felhívnia, vagy Magyarországra e-mailt küldenie, hogyha érdeklődik hazánk iránt, hanem ott Kínában helyben felkeresheti a magyar szakértőt, a magyar szakembert, és tőle információt kaphat. Köszönöm szépen!